Falusi szemétszedést rendeztek Hévízgyörkön április 25-én. A résztvevőket Gólya József, a Galgamenti Természetvédő Egyesület elnöke irányította. Szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök, hogy elvállaltátok itt a közreműködve a Hévízgyörki természetvédőkkel, meg a már polgári természetvédő, meg a Hévízgyörki vadászárságnak a természetvédő egyesületének a meghívását, és részt vesztek ezen a személygyűjtési akción, ami sajnálatos módon indokolt környezetünkbe. Úgy látszik, nagyon sok olyan csúnya bácsi van, vagy néni, aki nem tudja, hogy hová kell a szemetet tenni, és kiviszi a területre, ahol veszélyezteti a kultúránkat, mármint a ökokultúrát, a vadakat, meg egyáltalán nem helyes az ilyen dolgoknak a kiszórása. Most a mai nap ezt próbálnánk valamilyen mértékbe csökkenteni. Az egyesület hány tagot számlál, mik a fő feladatkörei, mely településeken, vagy merre járnak? Végül is az egyesület maga, mondhatnánk azt is, hogy egy ilyen kétfejű sas, mert a Galgatáj Vadásztársaság tagjai alkotják a Galgamenti Természetvédő Egyesületet is, de mivel egészen más a kettő csoport, illetve társaság tevékenységi köre, ezért úgy gondoltuk, hogy akár a technikai részét illetően, akár a szélsőséges feladatokat, lásd a mai extrém esetet is, jobb, ha ezt egy külön szervezet végzi, és ilyen formán tulajdonképpen ez a Galga Menti Természetvédő Egyesület a Galga Táj Vadásztársaságból önálló tevékenységet folytat. Az aktivitásban részt vettek a Hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola felső tagozatos tanulói, továbbá az intézmény igazgatónője is. Mai programnak mi a célja? Szeretnénk a hulladékot összegyűjteni az erdőben, és erre egy felkérés érkezett a Galgamenti Természetvédő Egyesülettől, és csatlakozott ehhez még a Hévízgyörki Természetbarát Egyesület is, mivel a következő túránkat az erdőben rendezzük, tehát az erdő környékén, és így együtt a kettőt szeretnénk megvalósítani, tehát mind a személygyűjtést, és mind pedig a vadásztársasággal együtt ezt a kis programot. Az előre felmért területekre gépkocsikkal érkeztek a diákok, ahol a vadásztársaság tagjai koordinálták a fiatalok munkáját. A 4-5 fős csapatok elszántan tevékenykedtek az erdő és környéke megszépítése érdekében. Részt vettél a külterületi szemétszedésen is. Mit tapasztaltál? Az, hogy nagyon sok szemét van az erdőkben, és elég sok veszélyes. Néhányat fel tudsz sorolni ezek közül, ami még esetleg felismerhető volt? Nagyon sok építési hulladék, zsákok, ételmaradékok, gyógyszerek. Mit gondolsz, hogy milyen emberek azok, akik ilyenre vállalkoznak, hogy kivigyék és a természetbe bárhol letegyék a szemetet? Szerintem nem nagyon tudják, hogy vannak ilyen lerakók is. Például Hévízgyörkön 3 van. Szoktál-e kirándulni, járni, és ki az erdő irányába, ki a természetbe? Hát néha a családommal, néha meg ilyen osztálykirándulásra szoktam menni. És most a szemétszedésen is részt vettél, és te mit tapasztaltál? Hát szerintem is sok ember szemetel, de néhányan tudják, hogy ezt a kukákba kell dobni, nem pedig elszórni az erdőkbe. Mit találtál te például, mi mindent? Hát üvegeket, ilyen dobozokat, és hát kartont, meg építészetanyagokat. Mit gondolsz, hogy miért cselekednek így az emberek, miért nem megfontoltabbak, miért szemetelnek, és ilyen mértékben, mint amennyi szemetet ma is láttatok a határba?
Hát mert nem érdeklik, hogy mi van, mert nem laknak az erdőhöz közel, meg minden boltokban vesznek, hogy ők az erdővel nem is foglalkoznak. És te milyen orvosságot tudnál az ellen, hogy ne kerüljön ennyi szemét ki a határba? Hát, hogy inkább otthon rakják ilyen szelektívekbe, meg ha mondjuk műanyag van, akkor válgassák külön, és majd a kukás elviszi, és ne pont az erdőbe vigyék ki, hogyha mondjuk messze van, hanem akkor vigyék le, és ott rakják ki. Mit gondolsz, ez a sok szemét mivel árt a természetnek? Hát a méregtől a kutyák meghalnak, meg az állatok, hát ilyen tűk, meg a gyerek, kisgyerek belenyúl, vagy valaki kutyás sétáltatja, kutya elmegy, megnyom valamit, vagy bele lábába, aztán meg is ott halni tőle. Gólya József szomorú dolognak tartja a nagymértékű szemét jelenlétét a természetben. Ezért jött az ötlet, hogy összefognak az iskola tanulóival, akik korábban már gyakran vettek részt hasonló környezetmegtisztító akcióban. Honnan jött az ötlet, hogy összefogással a vadásztársaság, a természetvédők és az általános iskola Hévízőrkön közösen gyűjtsön, és ráadásul külterületen is szemetet? Természetjáró vadász emberek vagyunk, lépten nyomon sajnálattal tapasztaljuk ezt a fajta szennyezést, és mivel tudomásunk volt róla, hogy a Hévízgyörgyi Általános Iskola egyébként is tőlünk függetlenül szokott szervezni ilyenfajta szemétgyűjtést, azt gondoltuk, hogy megpróbáljuk a terület ismeretünket kihasználva inkább olyan fokozottan szennyezett helyeket megmutatni a gyerekeknek, és közösen elvégezni ezt a feladatot, ami végül is egyfajta nevelési célzattal is próbált volna szolgálni, hogy mint ahogy az előbb mondtam is, hogy ugye ti nem fogtok így szemetelni, ha nagyok lesztek. Mi volt a feladat a szervezésben, és maga az elképzelés, a menete ennek a mai délutánnak? Hát tulajdonképpen az eső közbe szólt, de az lelkesedés nagy volt, mégis sikerült azért egy jó kis mennyiséget összeszednünk. Hát innentől kezdve majd a szelektív hulladékgyűjtőbe fogjuk vinni, ahol ugye leadjuk. Aztán a gyerekek pedig, hát ameddig jól érzik magukat, szívesen látjuk, itten akár tőlem darra is fakadhatnak. Melyik területen gyűjtöttek önök? Hévízgyörgyi, közvetlen faluszél és a fenyves találkozását metsző dűlőt, egészen a bagi vízműveknek a kútjaig, vagy talán hidrofortelep, az nem tudom pontosan, és ugyanúgy vissza a párhuzamos dűlőnbe a lakott területig. Az önkéntes nap nem jött volna létre az önzetlen vadászok segítsége nélkül, akik biztosították a saját autóikat az anyagmozgatáshoz, de a finom ételt is nekik köszönhették a jelenlévők. Hát kellettek olyan önzetlen vadászok, akik vállalták a kiszállítást, visszaszállítást saját terepjáróval, ingyen üzemanyaggal, gyerekfelügyelettel, mert hát ez nem hangzik túl nagy dolognak, de ez a legnagyobb rizikó benne, hogy nehogy megfogjon valami olyasmit, elvágja a kezét, stb. Ezer veszélye van az ilyen széthagyott hulladékoknak. Aztán ugye az anyagmozgatás, a jóindulatú segítők, lásd a Galgatáj Vadásztársaság, a hússal, sok minden olyan apró összetevőjéből egyszer csak kikerekedett ez a dolog, hál' Istennek, és úgy érzem, hogy nem volt hiába való ez a mai nap. Közös tervek vannak-e a közeljövőben mindkét társaság részéről, akár közös program, vagy külön-külön is? Én azt gondolom, hogy ilyen tavaszi nagytakarítás címén évente azért meg fogjuk ezt lépni, de sokkal inkább nem titkolt dolog, arra utaztunk, hogy a Régió Plus TV 21 néhány települését tekintve az embereknek egyfajta példát is adjunk, hogy ha lehet, akkor gyűjtsék ők is, de sokkal inkább ne vigyék a természetbe, ne szemeteljenek. Az 1997-ben alakult Hévízgyörgyi Természetbarát Egyesület is csatlakozott a nemes célhoz. A Hévízgyörgyi Természetbarát Egyesület is részt vett ezen a szemétszedési akción. Mit vállalt ebbe, és miért?
Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy részt vettünk ezen a személygyűjtési akción. Mi csak becsatlakoztunk, tehát a társszervezet hirdette meg ezt a személygyűjtési akciót. Mi becsatlakoztunk nagy örömmel, igaz, hogy kisebb létszámmal, mint ők, de nagyon szívesen vállaltuk ezt az egészet. Néhány gondolatot úgy gondolom, hogy el kellene mondanunk a személygyűjtés kapcsán. Sajnálatos, hogy ilyen apropóból kellett, hogy összejöjjünk, az viszont nagyon tiszteletre méltó, hogy a résztvevők, főleg a gyerekek száma elég magas volt, ahhoz képest, amire számítottunk. Nagyon sok szelektálható hulladék volt kint a területen, az öblös üvegektől kezdve a PET palackokon keresztül növényi hulladék, és meg kell jegyeznünk, kár, hogy ezek ott landolnak az erdőszélen, az erdőben, az útszélén, a tetemekkel, állati tetemekkel együtt. Én úgy gondolom, hogy ezektől más módon kellene megszabadulni, tehát ezért mindenképpen egy kampányt kellene indítanunk, és meg szeretnék ezúton is kérni mindenkit arra, hogy amennyiben lehetősége van, ne az erdőbe vigye ki ezeket a dolgokat, hanem próbálja meg a megfelelő helyre, a megfelelő módon ezeket kezelni. Az egyesület elnöke azt is elmondta, hogy május 24-én ismét megszervezik a népszerűnek számító Hévíz Györgyi teljesítménytúrát, melyre szeretettel várnak minden túrázni vágyót. További információt az egyesület honlapján találnak az érdeklődők. A munka végeztével mindenki visszafáradt az iskola épületébe, ahol a szervezők vadhúsból készült étellel és üdítővel látták vendégül a résztvevőket. Gyerekek, egy kis figyelmet hagyj kérjek! Nagyon szépen megköszönjük mindenkinek az aktív részvételt, elsősorban nektek. Remélem tanultatok belőle, hogy a környezetünket nem szabad elszennyezni. Mennyi munkával, mennyi szervezéssel, odafigyeléssel és hát fölösleges pénzkidobással jár az, hogyha rendetlenül viselkedünk és nem tartjuk tiszteletbe a természetet és szétszörjük a szemetet. Ugye ti nem ilyen felnőttek lesztek? Na. Köszönöm még egyszer a munkátokat, köszönjük az általános iskolának, igazgató néninek a segítségét, és tényleg a nagyon-nagyon kitartó, rossz idő ellenére kitartó, összességet. Végül is sikeredett. Megköszönöm vadásztársaságunknak, a tagjainak az aktív részvételt, a segítséget, és megköszönjük Róza néninek is, aki örökmozgó ebbe az ilyen természetvédős témákba, valamint a Hévíz Györgyi Természetvédő Egyesületnek is, valamint nem utolsó sorba, mert nem ettetek volna ilyen finomat, ha nem járult volna hozzá mai naphoz a Galgatáj Vadásztársaság ezzel a vadhússal és ezzel az ebéddel. Úgyhogy mindenkinek nagyon sok köszönet, tapsoljuk meg egymást szerintem.